Üdvözlöm Önöket az online márkaboltok hatalmas budapesti raktárából, ahol most egy elektromos, szabadon álló tűzhelyt fogok bemutatni Önöknek. Ez egy 50 cm széles gorenje készülék, ami ugye inox színben pompázik. Egy olyan bevonatot kapott egyébként, ami nem gyűjti az új lenyomatokat, tehát ezért sokkal könnyebben tisztán tartható, mint a régi, ugye rossz hírben álló inox készülékek. Egyébként még a fogantyú is ilyen rozsdamentes szálcsiszolt acéllal van bevonva. Ugye a sütőtér kinyitása után egyből láthatóvá válik, hogy ugye tartozékként fogunk hozzá kapni kettő darab tepsit. Ebből az egyik egy XXL-es, elég mély, hát rendkívül mély tepsi. Ugye elég nagy adagban lehet ebben ételeket készíteni, illetve van egy lapos tepsi, és tartozékként egyébként egy részlegesen kihúzható sütősín is van hozzá, illetve egy sütőrácsot is kapunk. Négy szinten lehet egyébként, négy szintből lehet választani, hogy melyik szinten szeretne az ember ételt készíteni. Ez egy rendkívül nagy méretű 70 literes sütőtér, tehát ahhoz képest, hogy 50 centi széles a készülék, azért igencsak nagyra sikerült megcsinálni a gyártónak a sütőteret. Sütési funkciókat tekintve minden olyan sütési funkció megtalálható benne, ami akár egy beépíthető sütőben helyet kapott, akár pedig bármelyik szabadon álló sütőben. Van benne egy gyors fűtés, gyors felfűtés funkció, tehát ezáltal ugye sokkal gyorsabban eléri azt a kívánt hőfokot, amit itt ezzel a másik kapcsolóval fogunk tudni beállítani. Ugye 50 és 275 fok között állítható ez. Ugye van benne természetesen alsó-felső sütés, ugye kisméretű grill, egyébként infragrill van benne, nagyméretű grill, ugye az infragrill keverése, vagyis az infragrill kombinálása a légkeveréssel, alsó sütés légkeveréssel, csak légkeverés. Van benne egy ilyen lassú sütés funkció, ami ugye hosszan készülő ételeknek tökéletes lehet, illetve egy ugye ez egy hidrolitikus tisztítású készülék, ez is van egy külön opció. Ugye ebben az esetben vizet kell tölteni a sütő tepsibe, és ahogy ezt a készülék ugye elpárologtatja, ugye a gőz föloldja a sütőnek a falán található szennyeződéseket, és ezt ugye sokkal könnyebb lesz ezután eltávolítani. Megbeszéltük ugye a sütőnek a beállítási lehetőségeit. Középen van egyébként egy érintő kijelzővel, vagy érintő gombokkal vezérelhető kijelző. Ez az, ami a valós időt mutatja, illetve itt időzíthető a készülék. Tehát beállítható, hogy ugye meddig tartson az adott funkció. A két szélső gombbal vezéreljük ugye az elektromos főzőfelületet, ez egy kerámia főzőfelület. Van egyébként kettő darab bővíthető zóna. A jobb hátsó és a bal első. Ugye a bal első az egy körkörösen bővíthető zóna, a jobb hátsó pedig egy oválisan bővíthető. Ez az ovális zóna, ez halsütéshez, és hát általában ugye ezek a halsütőtálak szoktak oválisak lenni, de bármi olyanhoz használható, ami ilyen kiterjedéssel helyezkedne el. A jobb első, illetve a bal hátsó zóna pedig egykörös főzőzónák. Ugye mindegyik beállítható ugye 1-től 9-es fokozatig a külön ugye erre dedikált forgókapcsolókkal. A sütőtérnek a tisztításához még hozzá tartozik, hogy egyébként ez egy dupla rétegezésű sütőajtó, ami ugye egy finom záródással is rendelkezik, tehát nem fog becsapódni, amit az ember ezt beszeretné csukni. Egyrészt ugye nem tud felmelegedni annyira, hogy égési sérülést okozzon, másrészt ugye ez a belső üveg, ez könnyen eltávolítható, ezáltal a két üveg közti rész is könnyen tisztítható. Ugye rendkívül nagy előnye ez a tisztítás dolog a kerámia főzőfelületnek is, hiszen ugye sokkal könnyebben tisztán tartható, mint egy zománcozott gázrózsákkal ellátott felület. 9,3 kW az összteljesítménye, tehát erre azért oda kell figyelni, hogy nem egy konnektorba bedugom és megy készülék, hanem ez direkt bekötéses, és oda kell figyelni rá. Mindenképp érdemes kikérni egy villanyszerelő szakember véleményét, illetve segítségét, mielőtt megvásárolják a készüléket, hogy vajon el fogja-e bírni az elektromos hálózat ezt a szabadon álló tűzhelyet Önöknél.
Amiről még nem esett szó, hogy természetesen rendelkezik belső térvilágítással, illetve, hogy a tisztításra még visszatérjünk, a ventilátor előtt, tehát a hátfalon viszont ott nem hidrolitikus tisztítást kell alkalmazni, hanem ott van egy katalitikus betét, amely katalitikus betét ugye saját maga lebontja a szennyeződést és elpárologtatja azt, úgyhogy ahhoz nem kell, illetve nem is szabad hozzáérni és azt sikálgatni, mert azzal tönkre tehetjük viszonylag könnyen. Ez a szabadon álló 50 cm széles tűzhely a Gorenje EC5351XA, melyet a gyári garancián felül hivatalos garancia plusszal is megvásárolt webáruházunkban. Bővebb információért kattintson a leírásban található linkre, vagy keresse fel a weboldalunkat. Ha tetszett a videóm, nyomjon egy lájkot, és iratkozzon fel YouTube csatornánkra.